Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Figyeld Már következő adásába. Kezdjük is! Itt ugye Magyarországon megvannak a szokásos fesztiválok. Például mit tudom, Pálinka Fesztivál, Lecsó Fesztivál, stb. Spanyolországban mi van? Csecsemő átugró fesztivál. Igen, 1620 óta minden évben megrendezik. Ami tulajdonképpen annyit takar, hogy egy évesnél fiatalabb csecsemőket lefektetnek a földre egy matracra, aztán jönnek a szigorúan ördögjelmezt viselő férfiak, és átugorják őket. Ez állítólag megtisztítja a csecsemőket a gonosztól, és egész életen át megvédi őket a betegségektől. Szerintem pedig a földön felfáznak. Oké, én tiszteletben tartom, ezek az ő hagyományaik jó. De most komolyan jön egy csávó ördögjelmezbe, és átugorja a csecsemőket, és ezáltal megvannak védve a gonosztól. Biztosan láttatok már üvegpadlós sétautat, tévében, vagy interneten, vagy szerencsésebbek már mentek is át rajta. Nagyon félelmetes látvány lehet az, hogy 1000 méteren sétálsz konkrétan a levegőbe, és semmi sincsen alattad. Na de, mit csinálsz, hogyha ott vagy a híd közepén, és ott melletted megreped az üvegpadló? Ez bizony megtörtént Kínában, ott megrepett az üveg, és mindenki befosott. Hatóságok is megerősítették a hírt, de közölték, hogy 3 réteg közül csak egyetlen egy repett meg. És attól, hogy egy turista ráejtett egy bögrét. Én értem. Oké. De magyarázd el ezt azoknak a turistáknak, akik pont ott vannak. Kit érdekel az, hogy melyik réteg repett meg hogyan repett meg, a lényeg, hogy ott vagy és félsz. Én általában sokszor szoktam internet segítségével külföldről rendelni, mert a magyar árakhoz viszonyítva töredékért megkapod ingyen egy szállítással ugyanazt a terméket. Ez így mind szép és jó. De gondoltátok volna azt, hogy amit Kínában neked feladnak csomagot, az fertőző anyagokat is tartalmazhat? A kínai főváros nemzetközi repülőterén 29.400 csomagakat fent szúrópróbaszerű vizsgálaton, amik bizony tartalmaztak veszélyes, illetve fertőző anyagokat. Természetesen senki kedvét nem akarom elvenni a külföldről vásárlástól, de azért át kell gondolni, hogy annyival olcsóbb be, hogy biztosan megéri a kockázatot. Így a videó végére, hogyha esetleg van 455 millió dollárod feleslegbe, akkor itt van egy buborékvilla, vedd meg nyugodtan, mert ezt most el szeretnék adni. Közel 1300 négyzetméter, 28 szobával és 10 lakosztállyal rendelkezik. Szerintem azért ebbe bőven elférne mindenkinek a bútora. Na és köszönöm szépen nektek a figyelmet, pisztácia, sziasztok! Egy teherszállító gépen bekapcsolt a tűzjelző, ezért a pilótának muszáj volt kényszerre leszállást végrehajtania. A be nem tervezett pihenő miatt hatalmas nagy késés is volt. Ki mire gondol? Miért kapcsolt be a tűzjelző? Ugye nyilván lángra lobbant valami, vagy meghibásodott a gép és elkezdett füstölögni, mit tudom én, lófaszt. A szakemberek átvizsgálták a gépet, és tűznek nyomát se találták. Ekkor rájöttek, hogy a gépen szállított bárányok miatt kapcsolt be a tűzjelző. Ennek az a magyarázat,